Világóra. Nemzetközi magazin. Malala története is jól mutatja, hogy az egyetlen út a felemelkedéshez az oktatáson, a tanuláson keresztül vezet a világ legszegényebb országai számára is. Most egy Pakisztánnál is jóval szegényebb országba látogatunk, hogy erről megbizonyosodjunk. A kis nyugat-afrikai országba, Bissau-Guineába. Aki elvezet minket oda, Korponai Szabó Péter, a zsámbéki keresztelő Szent János iskola központ tanára. 2010-re kéne visszamenni, amikor a feleségem egy kritikai fiúval ajándékozott meg, és akkor megfogadtam, hogy megpróbálom megismertetni a gyerekeimmel a világot, és hát mivel mindenhol nem tudom őket elvinni, akkor legalább képeslapok formájában bemutatom nekik az országokat, és akkor elkezdtem képeslapokat gyűjteni a világ minden tájáról, és rengeteg emberrel megismerkedtem abban a 4-5 évben, amik ezt a gyűjteményt létrehoztam. Ennek az egyik eredménye, hogy megismerkedtem egy visszaugvineai tanulóval, aki később Brazíliába folytatta a tanulmányait, és ő javasolta az igazgató urat, akivel felvettem a kapcsolatot, és ő miután a képeslapot megbeszéltük, hogy akkor cserélünk, én is küldök, ő is küld. Utána beszéltük meg, hogy hogyan lehetne ezt gyümölcsöztetni, ezt a kapcsolatot, ha már egyszer én is tanár vagyok, ő is iskolában dolgozó iskolai igazgató, csak merült fel az ötlet, hogy közös iskolai projektet kezdünk, egy testvéri iskolai kapcsolatot. Mit tudott meg, milyen egy iskola Bissau-Guineában? Ez egy magániskola, mert ott az állami oktatás az elég alacsony színvonalon működik. Elsőben azért, mert országos szinten nem állnak rendelkezésre tankönyvek, mindenféle más módszereket használnak az ottani tanárok, és volt egy ilyen társadalmi nyomás, hogy a fővárosban legyen egy olyan iskola, ahol tényleg minőségi oktatás van, csekély tandíj van, ebből felezik a működési költségeket, 880 diákja van jelenleg, és mindenre van 8 osztályterem. 880 diákot, ha Magyarországon kéne elhelyezni iskolában, ott hány tanterem kéne, akkor lehet érezni a különbséget. Hát itt a befolyó tandíjakból itt az igazgató próbál fejleszteni az iskolát, építeni új tantermeket, nyitni. Ilyen helyzetben azért mindig felmerül, hogy valamiféle segély, segítség, valamiféle karitatív vonulat is bekerüljön ebbe a kapcsolatba. Gondolkodtak-e már ezen? Ugye ezt a testvériskolai kapcsolatot létrehoztuk, indítottunk egy olyan projektet, amiben mégis 150 diák vett részt, ő fele-fele magyar és visszaugíniai diák. A lebonyolításban ők tulajdonképpen nem kértek segítséget, szülőktől befolyó összegekből próbálták finanszírozni azt, hogy támogassák azt a közös projektet. Ugye most ők rendeznek egy kiállítást Magyarországról. Mindenféle anyagokat, képeslapokat küldtünk az ottani diákoknak. Ezek a képeslapok igazán Magyarországot mutatták be, magyar településeket, a magyar kultúrát, és tényleg egy olyan anyag jött össze, ami példaértékű. Ugyanakkor úgy kell elképzelni egy ilyen projektnapot, mint egy valóságos népünnepét, tehát több száz ember, maguk a diákok is már majdnem ezren vannak, vesznek részt, és vannak anyagi vonzatai, és ebben kérte az igazgatóra a segítségemet. A polgármester úr bőkezűen támogatja ezt a projektet, illetve a iskola alapítványa is hozzájárult, és hát nem mellesleg, hogy a Magyar Afrika Társaság is támogatólag lépett fel. És mit tudtak meg? Milyen ország ez a Bissau-Guinea? Hát egy nagyon szegény ország, egyik legszegényebb ország a világon. Az emberek kétharmada analfabéta, tehát nagyon nehéz körülmények között élnek, de pont ez az iskola a példa arra, hogy van egy másik oldal is, van olyan akarat, igazgató is képvisel, akkor tényleg létre tudnak hozni olyan iskolát, ami példaértékű itt a fő. Városban. Ugye ez a fővárosban van, egy Bissau-ban, itt a lakosságnak körülbelül az egyharmada tömörül, félmillió ember. Ugye három dologra fókuszálnak, ugye a portugál nyelvre, a matematika elé fókuszálnak mégis bizonyos fajta tudományokat is, a biológia, a kémia, a fizika, ezeket tanítanak elsősorban, de van angol nyelv tanítás is, úgyhogy nyilván ennek köszönhető, hogy a gyerekeink azért szót tudtak érteni egymással. Ennyi fért ma a Világórába, a hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szőlősi Éva nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szűcs Tamás, a viszonthallásra.